Azt kellene mondani, halló, halló, figyelek! A baba hordozási tanácsadás mellett hétfőn zeneterápiai foglalkozást is tartottak a Nyíregyházi Baba Klubban a hordozás hetének keretében. Hasznos tanácsokkal látják el a leendő és kisgyermekes szülőket. Legesleg először rugalmas kendőt vagy szövött kendőt ajánlunk, de aztán, ha már nő a baba, akkor már vannak a formázott hordozóeszközök, van a mellytáj, illetve a csatos hordozó, és illetve az az igazság, hogy ezt akinek amelyik jól esik, kényelmes, azt szokta választani. A szakemberek szerint a kötődés jótékony hatásán kívül a hordozott babák kevesebbet sírnak, jobb a szülő-gyermek kommunikáció, a hordozás segíti az agy és a beszéd fejlődését, kényelmet és biztonságot nyújt a szülőknek és a gyermekeknek egyaránt. A baba hordozó hetet városi támogatással valósítják meg. A rendezvényen elhangzott Nyíregyháza kiemelt figyelmet fordít a helyi civil szervezetekre és az önszerveződő közösségek számára forrást is biztosít. Ebben az évben a 2020 évi költségvetésben 25 millió forintot szánt erre a területre, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert a helyi civilek azok, akik az önkormányzattal összhangban együttműködve olyan programokat és olyan minőségi szolgáltatásokat tudnak nyújtani a célcsoportok számára, amelyek elengedhetetlenek a városunknak. A héten a hordozási tanácsadás, illetve az eszközök kipróbálása mellett logopédus tanácsait is meghallgathatják az érdeklődők, de szó lesz a mosipelusról, a kismama és babamasszázs lehetőségeiről, valamint a medibólosok is tartanak egy bemutatót a Nyíregyházi Baba Klubban.